Nehéz időszakon vannak túl az aerobikosok, és most is sok a beteg, karanténban lévő versenyző. A Formafit Sport Aerobik Egyesület tagjai ennek ellenére gőzerővel készülnek a budapesti Magyar Kupa döntőre. Az előző fordulót Kozármislenyben a Formafitese rendezte nagy sikerrel. 45 versenyzővel megyünk, és azon belül nagyon sok kategóriába és egységgel készülünk. Az októberi verseny, amit mi rendeztünk itt Pécset vagy Kozármislenyben, az jól sikerült. Azt gondolom, hogy a nyár után egy picit nehezebb volt ott mindenkinek a nyári szünet után visszarázódni, de most már úgy gondolom, hogy felkészültek a gyerekek. A fiatalok életük első nemzetközi versenyén, a Szlovák Openen is kiemelkedően helytáltak a közelmúltban. Putler Zóra tagja volt az UP1 aerodáns csoportnak, akik ezüstérmesek lettek. Basicben versenyzek csoportban, meg egyéniben, és aerodánszel versenyzünk még. Hát nagyjából elégedett vagyok. Az egyénivel küzdöttem, így sokat tavasszal, de mostanra már úgy az is rendbe jött nagyjából. Vajda Virág egyéniben és trióban is indul a Magyar Kupa döntőn. Én nagyon elhivatottnak érzem magamat, és egyébként sok kisgyerek jár hozzám, úgyhogy nagyon aranyosak, úgyhogy elég könnyen beilleszkednek, pláne úgy, hogy én is sportolok, úgyhogy talán így még jobban lehet őket motiválni. A Nemzetközi Tornaszövetség, a FIG, az 1998-2002-es olimpiai ciklusban adta ki első önálló aerobik szabálykönyvét, melyet 4 évenként módosítanak, formálnak, megtartva az eredeti alapokat. Az új olimpiai ciklusban is szabálymódosítások lesznek. Nemzetközi szabálykönyv már megvan, most dolgozunk a magyar kiadáson. Én benne vagyok a bíróbizottságban is most már talán 10. éve, illetve a szakmai bizottságban is a Magyar Tornaszövetségnek az aerobik szakágán belül. Úgyhogy most fog összeállni, összetesszük ilyenkor a magyar szabályrendszernek megfelelő módosításokat is, úgyhogy az elkövetkező pár hónap az eléggé tevékeny lesz ebből a szempontból. A versenyeken 4 bíró és egy superior zsűri pontozza a gyakorlatokat. 21-en ülnek a gyerekekkel szemben, és ők döntenek az eredményekről.